Hogy mindenkinek helyre vagyok, és kurva jó hírekkel szolgáltok most nektek. Nagyon sajnálom, nem tudom másképp mondani. Nem az a cél, hogy csúnyán beszéljek, csak azért, hogy csúnyán beszéljek, de ez remek. 49 perce, hát egy ilyen poszt Facebookon, és joystick is posztolt már róla, stb. Nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy jön egy Dark Souls 2 Scholar of the First Sin nevű kiterjesztése a mi imádott, szeretett játékunknak. Mit jelent ez? Ryder, mi a fasz? Még egy DLC? A válasz az, hogy nem. Ugyanis ez csak egy bővítés lesz a játéknak, egy ingyenes, ez a fontos, amit tudnotok kell, hogy ez ingyenes lesz. És ígérnek ebbe a bővítésbe új eseményeket, új karaktereket, és új, még halálosabb ellenség. Így kurva jó, még halálosabb ellenségek. Ami fontos, amiért én igazából örülök ennek az egésznek, hogy ebbe a Dark Souls változatba benne lesz a 3 DLC. Ugye a Crown of the Sunken King, a Crown of the Old King, Old Iron King, és a Crown of the Ivory King. Ami nagyon jó, mivel ingyenes, amikor PC-n jelentik. Ugyanis hát az a helyzet, hogy ezzel ki fog jönni a Dark Souls 2 Xbox One-ra és PlayStation 4-re is. És sokkal szebb lesz PC-ra. Szóval csak nyerünk! Akármi lesz, csak nyerünk. Tehát az a lényeg, hogy szebb lesz a játék. Meg lesz a 3 DLC ingyen, mindes PC-sektől beszélni, mert PC-s vagyok. Meg lesz a 3 DLC ingyen. És még új jelenségek, csomó-csomó javítás, szebb lesz. Nézzétek meg a trailert, lent linkeltem nektek a leírásba. Nagyon jól néztek, szerintem. És jó, Ryder, oké. Mikor jön a cucc? Hát a Dark Souls 2 Scholar of the First Sin április 3-án fog megjelenni, 2015-ben, a legjobb tudomásom szerint Bloodborne után. Nézzenek oda, alig beszéltem többet, mint a trailer maga. Szóval, igen, Dark Souls Scholar of the First Sin április 3-án. Jó lesz, ingyen DLC-k, és még új tartalom amúgy is az alapjáték mellé. Tehát annak, akinek eddig nem volt meg a DLC, figyelj, most van majdnem december. December, január, február, március, április. Mondjuk ez még egy 5 hónap, majdnem egy fél év, amennyit várnod kell, de... Na! Előbb-utóbb ingyen DLC. Így kell DLC-ket csinálni, szerintem. Ryder voltam! Játsz tovább!